Most pedig Lothar Hirneise német rákkutató előadásának egy újabb részlete következik, amelyik a biopsziáról szól, és amiben azt mondja, hogy soha ne engedjük, hogy beledöfjönek egy tűt a daganatunkba. Most nézzük a második mitoszt. A rákdiagnózis biztonságos. Szeretnék önöknek mutatni valamit. Egy professzor azt tanítja a diákjainak, hogy akár egyetlen egy rákos sejt is képes újabb rákos daganatokat létrehozni a szervezetben. A nyirokkeringésen vagy a vérkeringésen keresztül szétszorulva. Ezt mondja délelőttönként az egyetemen. És tudják, hogy mit csinál délután a professzor? Biopsziát ír fel, vagy rendel el. Mit is csinál az ember tulajdonképpen egy biopsziánál? Szeretném önöknek megmutatni. Ez itt 1 cm nagyságú tumor, ez pedig egy 2 mm vastag kanül. Ezt így beledöfjük. És kiszedünk belőle egy darabkát. Csak azért akartam itt mindent összecsöpögtetni, hogy önök lássák, hogy ilyenkor millió számra szabadulnak ki a sejtek onnan. Ugyanis egy 1 köbcentiméter nagyságú tumor több mint 1 milliárd sejtet tartalmaz. És minden egyes alkalommal, amikor oda beledöfnek, néhány milliócska sejt onnan kiszabadul. És a professzor azt tanítja, hogy akár csak egyetlen egy szétszóródott sejt képes új tumorokat létrehozni. És most nézzük meg, hogy mi történik velünk szegény férfiakkal, amikor prostata diopsziát végeznek. Az első dolog, amit az ember tesz, átdöfi a vastag bele. Tiszterővel átdöfi a vastag bele. Egy ilyen tűvel. És akkor fogja az ember ezt a tűt, és nem egyszer szúr bele, mint a nőknél a mell rákvizsgálatánál. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkétszer szúr bele. Tizenkétszer döfnek bele a prostatába. És azt kérdezem magamtól, néha nem értem, hogy ki az őrültebb. A páciens, aki azt hiszi, hogy ilyenkor egyetlen egy sejt sem szabadul ki, vagy a professzor, aki ilyen nonsenset mesél. Ha ma este csak egyetlen egy dolgot visznek magukkal, akkor az legyen ez az egy dolog. Soha, de soha ne engedjék, hogy egy kanüllel beleszúrjanak a daganatba, ami rákos, vagy lehet, hogy rákos. Vagy operáltassák ki, vagy nézzék meg pozitron tomográffal, de az Isten szerelmére soha ne engedjék, hogy tűvel szúr a daganatot.